A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, fáradtak vagyunk, kérünk, hogy adj nekünk felüdülést a veled való csöndes közösségben. Sok minden zakatol bennünk, kérünk, hogy csendesíts el minket, hogy meghallhassuk a te halkészteli szavadat. Még mindig nincsenek itt a gondolataink egészen te nálad, a te szent lelkeddel hívogass minket magadhoz, és taníts meg hódolni előtted, imádni téged, és boldogan vallani, hogy egyedül te vagy imádatra méltó és dicséretre méltó. Valljuk, hogy egyedül te vagy Isten, te teremtettél mindent, ami van, és köszönjük, hogy újjáteremted a benned hívőket. Kérjük tőled ma estére is újjáteremtő igédet. Könyörülj rajtunk, hogy egészen meg tudjuk nyitni magunkat előtted. Nem csak gondolatokat szeretnénk kapni a Szentírásból, hanem bocsánatot, tisztaságot, életet, erőt szeretnénk kapni tőled magadtól. Sőt, mivel te megígérted, hogy ez lehetséges, téged magadat szeretnénk ajándékba kapni, mi magunkat pedig neked odaszánni. Ebben segíts előbelépni minket. Őrizd meg attól, hogy kényelmesen, langyos szívvel hallgassuk a beszédet. Segíts abban, hogy nyitott szívvel odaadóan befogadjunk téged, és engedjünk a te szabadnak, amíg lehet. Amen. Isten igéjét a Sámuel első könyve 21. részéből olvasom. Ez a fejezet következik a könyv tanulmányozása során. A Sámuel első könyve 21. részében így szól Isten igéje. Dávid ekkor elment Nóbba Ahimélek paphoz. Ahimélek pedig megeresztenve ment Dávid elé, és ezt kérdezte. Mi dolog, hogy csak egyedül vagy, és senki sincs veled? És Dávid ezt mondta Ahimélek papnak. A király bízott rám valamit, és ezt mondta nekem, senki se tudja meg azt a dolgot, amiért elküldtelek téged, és amit parancsoltam neked. Azért a szolgákat elküldtem erre és erre a helyre. Most azért mi van a kezednél? Adj 5 kenyeret nekem, vagy mást, ami van. És felelt a pap Dávidnak, és ezt mondta, nincsen közönséges kenyér kezemnél, hanem csak szentelt kenyér van, ha ugyan a szolgák tisztán tartották magukat, legalább az asszonytól. Dávid így felelt a papnak. Bizonyára el volt tiltva mi tőlünk az asszony, mind tegnap, mind azelőtt, amikor elindultam, és a szolgák holmia is tiszta, jól lehet az út közönséges. Azért bizonyára megtartatik ma szentnek az edényekben. Adott azért a pap neki szentelt kenyeret, mert nem volt ott más kenyér, hanem csak szent kenyér, amelyeket elvettek az Úr színe elől, hogy meleg kenyeret tegyenek ahelyett azon a napon, amelyen az előbbit elvették. Volt pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az Úr előtt, akit Dóégnak hívtak, aki edomita volt, Saul pásztorainak a számadója. És ezt mondta Dávid Ahiméleknek, nincs-e kezednél egy dárda vagy valami fegyver? Mert sem kardomat, sem fegyverzetemet nem hoztam magammal, mivel a király dolga sürgős volt. És mondta a pap, a filiszteus Góliát kardja, akit te megöltél az Elah völgyében, imhol van posztóba betakarva az efód mögött. Ha azt el akarod vinni, vidd el, mert azon kívül más nincsen itt. És mondta Dávid, nincs ahhoz hasonló, add ide azt nekem. És felkelt Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákiszhoz, Gát királyához. És mondának Ákisz szolgái neki, vajon nem ez-e az a Dávid, annak az országnak a királya? Vajon nem róla énekeltek-e a körtáncban mondván, Saul megverte az ő 1000-ét, Dávid is az ő 10000-ét? És mikor eszébe vette Dávid ezeket a beszédeket, igen megrémült Ákistól, Gát királyától. És megváltoztatta a maga viseletét ő előttük, és őrjöngött kezeik között,
és ilkált a kapuk ajtóin, nyálát pedig a szakállán folyatta alá. És mondta Ákisz az ő szolgáinak, íme látjátok, hogy ez az ember megőrült. Miért hoztátok őt hozzám? Szűkölködöm-e őrültekben, hogy ide hoztátok ezt, hogy bolondoskodjék előttem? Ez jöjjön be az én házamba. Elment azért onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába. Kedves testvérek, az utolsó fejezetekben láttuk, hogy véglegesen ketté vált a két király útja, Saul a testi király, és Dávid a lelki király, nem tudott többé ugyanazon az úton járni, mások voltak a céljaik, az ambícióik, az eszközeik, nem volt lelki közösség többé közöttük. Dávid nem akart elszakadni Saultól, de ha ő engedelmesen meg akart maradni az Isten által eléjetett úton, akkor nem mehetett tovább az Isten ellenségével. Most kezdődött az igazán nehéz szakasz Dávid számára, amikor Saul már nyilvánvalóan eldöntötte, hogy megöli vagy megöleti őt, és amikor Dávid a hozzá ragaszkodó egyetlen utolsó jó baráttól, Jonatántól is kénytelen volt elbúcsúzni. Itt fejeztük be a múlt héten a történetet, együtt sírtak, elbúcsúztak, szövetségüket megerősítették, aztán Jonatán visszament a Dávid a városba, Dávid pedig ott maradt a pusztában. Próbáljuk egy kicsit beleélni magunkat Dávid lelki helyzetébe. Egyedül, a pusztában, otthontalanul, barát nélkül, család nélkül, minden bokor mögött orgyilkosok leselkedhetnek, a király véldíjat tűzött ki a fejére, s ő ott van fegyvertelenül, kiszolgáltatottan, egy ígérettel a szívében, amit nem akárkitől kapott, amit Jáve, a mindenható mondott neki, hogy Dávid lesz az ő szíve szerint való király, az ő népe fölött. Ebből azonban most semmi nem látszik, és ha történetesen mégis sikerül Saul terve, hogy Dávidot elpusztítja, akkor meghiúsul Isten akarata. De vajon meghiúsulhat-e? Vajon sikerülhet-e egy ilyen terv, amelyik Isten tervével ütközik? Nos, Dávidnak a nagy baja az volt, hogy ebben az igen szorongatott helyzetben ezekről az alapvető igazságokról feledkezett el. Ott volt a szíve mélyén az ígéret, tudta, hogy ő Izrael felkent királya, előbb-utóbb Saul trónjára kell ülnie, de mi lesz, ha előbb Saul őt mégis megöletheti? Nos, ennek a mégisnek ki kellett volna kerülnie Dávid szívéből, mert ha egyszer Isten őt akarja királlyá tenni, akkor Saul csinálhat, amit akar, akkor sem tud ártani Dávidnak. Ez a bizonyosság hiányzott az ő szívéből. És ezért kerül itt ebben a helyzetben a maga rettenetes elhagyatottságát, kiszolgáltatottságát átélve igen nyomorult lelki helyzetbe. Talán ez Dávid életének a legmélyebb pontja, de minden esetre az egyik mély pontja az ő életének. Elbúcsúzik Jonatántól, az visszamegy a városba, a családjához, a feladatai közé, ott ő pedig ott marad a pusztában. Egyedül hova menjen? Ki fogadja be? Megérkezik-e oda élve? És meddig tart ez az egész? És kinek jó ez? Elfeledkezett Isten az ő ígéretéről? Hol az Isten? Olyan távol van Dávid számára mindenható, és olyan messze került tőle ő kétségbeesésében, hogy ebben a fejezetben egy szó sincs arról, hogy Dávidnak van valamiféle kapcsolata Istennel. Pedig elég csak ennyit mondanom, hogy zsoltárok. És egy csomó zsoltár jut a testvérek eszébe, amiket mind Dávid írt, amik boldog hitvallások, hálaadások, könyörgések, amikben az ő életének a nehézségeiről is ír, de mindig megvallja az Úrba vetett bizalmát. Itt nincs bizalom, itt csak nehézség van. A halál árnyékának völgyében jár Dávid itt. És elkezd kapkodni. Amikor egy kis állat megszorul, szorult helyzetbe kerül, akkor tör rá, ahogy mondani szokták, a mozgás vihar.
bepörög az állat. A szabadulás útját keresi, de az a félelem van benne, hogy hát, ha nincs is szabadulás, és végkimerülésig tud körbe-körbe szaladgálni, vagy öpködni, attól függ, hogy miről van szó. Nem tudom, hogy valami hasonlót átéltünk-e már, akár fizikálisan, az ember egy nagyon szoros helyre préselődik be, és egyszerre arra gondol, hogy nem tudok se visszamenni, se előre, egyedül vagyok, beszorultam. Rettenetes érzés. Ettől gyerekkoromban voltam, így máig is emlékszem rá. Hirtelen roppant ideges lesz az ember. Tehetetlenségében mozgásviharba kerül. Nos, Dávid itt ilyen mozgásviharba került. Tehetetlennek, kiszolgáltatottnak érezte magát, reménytelennek a jövőt. Félt, megijedt, és elkezd kapkodni. És mivel a Biblia nem idealizálja a hőseit, mivel hogy nincsenek is hősei, hanem azoknak az embereknek az életét írja le, akikkel Istennek valami dolga, terve volt, ezért Dávidnak leírja ezeket a csúnya vonásait is, amik kiderülnek a szorult helyzetben. Ez a fejezet Dávid arcvonásaihoz néhány újabbat ad nekünk, de nem rokonszenveseket. Olyanokat, amikben nem szabad követnünk Dávidot. Nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a Biblia nagyon reálisan írja le a valóságot, nem szépít soha semmit, de nem azért, hogy a rosszat is kövessük, hanem azért, hogy annál inkább ragyogjon Isten kegyelme és szeretete, hogy annak ellenére, hogy még az ő választottjai is képesek ilyen bukásokra, bűnökre, ő annak ellenére szereti őket, az ő tervei megvalósulnak, ilyen lehetetlen, alkalmatlan, használhatatlan eszközökkel is, vagy legrosszabb esetben nélkülük, Isten az ő terveit akkor is véghez viszi, mert az ő terve mindig az emberért van, és szereti az embert. Ebből a fejezetből ezt a két gondolatcsoportot szeretném most kiemelni. Egyrészt Dávid jellemének ezeket a csúnyább vonásait, másrészt az Isten mérhetetlen szeretetét és kegyelmét, ami előtt nincs akadály. A mi jellemünk hibái sem akadályok, gyöngeségünk, gyávaságunk, megijeszthetőségünk sem, semmi sem akadály. Ő ezekből kitisztogat, aki kész a bűnbánatra, kaphat rájuk bocsánatot, és megy tovább az egész nagy isteni szeretett terv előre, ami mindig az ember javát szolgálja. Nos, az egyik tehát Dávid. Mit tudunk itt meg róla? Pánikba esik, bebújna az egér lyukba is, mindenki elhagyta, embert keres. Kihez mehetne? Sámuelnél már volt, néhány fejezettel ezelőtt láttuk, hogy először oda menekült, az ő bizalmasához, lelki atyjához, lelki gondozójához, de oda is utána jött Saul maga személyesen, oda még egyszer nem mehet. Most elmegy a szentélybe, Nób városába, ahol Ahimélek volt a pap. Megérkezik oda, és Ahimélek csodálkozik, hogy a király veje és az elismert harcos valahogy úgy jön ide, mintha kergetnék. Üres kézzel, egyedül. Milyen dolog ez? És akkor Dávid hazudik a papnak. Hazudik Ahimélek papnak, azt mondja, a király bízott reám valamit, és azt mondta, senki se tudja meg, hogy miért küldtelek téged, azért a szolgákat elküldtem erre meg erre. Szemen szeret hazugság, egy szó sem igaz belőle. Az Isten felkentje hazudik. Meg lehet ezen botránkozni, vagy az ember udvariasan kihagyhatja ezeket a verseket a Bibliából, vagy úgy tesz, mintha nem lenne benne. Egyik sem helyes. Nem érdemes botránkozni. Azt kezdjen botránkozni, aki még soha nem hazudott, mikor megijesztették. Nem akarok itt komolytalankodni, de szívesen mondanám, hogy tartsa fel a kezét. Aki ijesztében, félelmében, gyávaságból soha még nem hazudott. Nem hiszem, hogy van itt ilyen közöttünk. Azt kezdjen botránkozni, aki föltarthatná a kezét joggal. Nem érdemes botránkozni, de nem szabad kihagyni sem, mert benne van a Bibliában. Valahogy ezt a helyére kell tenni. Valahogy ezt értelmezni kell. És Ahimélek, a drága, az aranyszívű, mindent elhisz. Elhiszi azt, hogy olyan sürgősen kellett indulnia Dávidnak, hogy arra se volt ideje, hogy a kardját vagy egy dárdát magához kapjon. Hát azért az nem olyan sok időt vett volna igénybe. Elhiszi, mindent elhisz neki. Dávidnak, hát ha ő mondja, mindent. És szegény Ahimélek az életével fizet ezért.
A következő fejezet szól majd erről, hogy ez a bizonyos Doég, akiről olvastunk itt, följelenti Saulnál Ahiméleket, hogy támogatja Saul ellenségét, Dávidot. Mert adott neki kenyereket, a szolgái számára is, ugye, mert a szolgákat elküldtem ide meg oda, mondja Dávid, meg adott neki fegyvert. Ahiméleknek sejtelmesen volt arról, hogy Dávid Saul elől menekül, hogy ők milyen viszonyban vannak, ő a király vejét támogatta, itt teljes jóhiszeműséggel. És Saul féktelen, esztelen dühében 85 papot, minden papot, egy kivételével, egy maradt életben, minden papot megölett utána, és Nób városának a lakosságát lemészároltatja. Dávid hazugságának egy tömegmészállás lesz a következménye. Borzasztó. És mégse botránkozzunk azért, hanem próbáljuk ezt a teljes szentírás világosságába helyezni. Hát még ha megemlítjük azt, hogy az előző fejezetben is találkoztunk azzal, hogy Dávid hazudik. Ott meg Jonatánt biztatta arra, hogy mondd azt Saulnak, hogy én elkérezkedtem tőled, családi istentiszteletre hazautaztam, azért nem ülök ott a király asztalánál az ünnepi lakomán. És Jonatán ezt mondja, mert azt hiszi, hogy ezzel használ a barátjának. Valaki azt kérdezte, hogy vajon ha megmondta volna az igazat, az, hogy Dávid itt bujdosik a pusztában, mert fél tőled, apám. Meddig kell még félnie? És vajon van-e oka félni? Mi történt volna akkor, ha ezt így Jonatán megmondja? De nem mondta, hanem a szájába adott hazugságot, mondta Saulnak. És itt most már második alkalommal fordul ez elő Ahimélekkel. És folytatódik tovább Dávidnak a bűnlistája, mert amikor megkapja a szent kenyereket, meg Góliát kardját, akkor olyan félelem jön rá, hogy nem bírja ki, hogy tovább is az országban maradjon, nem érzi magát biztonságban, és átlépi a határt. Külföldre menekül, hogy biztonságban legyen, mégpedig az ő népének a legnagyobb ellenségéhez, a filiszteusokhoz. Gát városkának a város királya, Áhisz fogadja be, oda menekül Dávid, hogy hát, ha ott biztonságban lesz. Áhisz és Saul nincsenek jó viszonyban, megyek az ellenségem ellenségéhez, hát, ha ott majd szeretnek engem. Igen ám, de az, hogy pánikba esett, és tényleg mozgásviharban cselekedte ezeket, azt mutatja, hogy csak ott eszmél arra, hogy Kelepcébe jött. Ostobaságot csinált. Mert Áhisz királyt emlékeztetik a katonái, hogy Dávid neve ismerősen csengő nekik. Valami szálló igévé vált ének is hangzott ő róla, mert egyszer ő vezette azt a harcot, amelyikben nagyon sok filiszteus elpusztult. Ennek az embernek akarsz egy menedékjogot adni? Mondják neki. Dávid meghallja. Halálos a rémület szája meg. Még nagyobb ijegység, mint eddig. Most aztán itt a vég. Innen nincs menekvés. És akkor támad ez az ötlete, ami végeredményben megint hazugság, hogy őrültnek tetteti magát. Egészen naturalisztikusan volt itt leírva, hogy mi mindent csinált, nem ismétlem még egyszer. Az őrülteket érinthetetleneknek tartották abban az időben, mert az istenekkel, a rokonoknak tekintették őket. Az érinthetetleneknek a védelme mentette itt meg Dávidot, és azt mondta Áhisz király, hogy van ilyenből elég itt nálam, vigyétek innen, menjen ahova akar. Így mondhatnánk közönségesen, hogy megúszta ezt a nagy kalandot Dávid. Majd látjuk aztán, hogy nem megúszás volt ez, hanem Isten kegyelme volt. Nos, nem részletezem most már az ő bűneit. Inkább azért adjunk hálát, hogy a Biblia ennyire reálisan, minden szépítés nélkül, minden idealizálás nélkül ír le mindenkit és minden eseményt. De nem azért, hogy Isten embereinek a rossz tulajdonságait is kövessük. Mert a Biblia egyértelműen bűnnek tartja a hazugságot. És a hazugság akkor is bűn, hogyha Dávid hazudik. Sőt, akkor is bűn, hogyha végső megszorítottságában kényszerül arra, hogy hazudjék. Az ugyanolyan hazugság, mint bármilyen más hazugság. Jézus azt mondja, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem, és ami ezen felül van, az a gonosztól van. Mert az ördög hazug és hazugságatja. És hazugok nem örökölhetik az Istennek országát. És nincs az zárójelben, hogy kivéve, ha ilyen vagy olyan okból és körülmények között hazudtak.
Aki hazugságot szól és cselekszik, az nem mehet be az Isten országába. A hazugság bűn, és noha megértjük, hogy ilyen nehéz helyzetben még Dáviddal is előfordulhatott, hogy hazudott, ez a hazugságot nem menti, ez Dávidot sem menti, és nagyon jó, ha nem kezdjük igazolni, és a Bibliának ezeket a történeteit nem hozzuk föl mentségül a magunk hazugságainak az igazolására. A hazugság bűn, akár Dávid mondta ki, akár én, akár más. Egyformán bűn, és a bűnt ítélet követi. Isten azonban nem ítéli el itt Dávidot, legalábbis egyelőre nem látjuk ennek semmi jelét, meg sem bélyegzi ez a fejezet Dávidnak ezeket a felsorolt hitványságait, vészkeit, bűneit. Bizonyos az, hogy Dávidnak semmi büntetése nem volt mindezért? Hogyha emellé a történet mellé most odaállítanánk, és ha lenne időnk, vagy részletesen elemezzük is olyan történeteket, amikor valaki más hasonló helyzetbe került, és ott sem hazudott, hanem az Úrra bízta a dolgát. És azt mondta, hogy Uram, engem te kemettél királlyá. Nem, én vállalkoztam erre, te ígérted, hogy király leszek. Ahhoz, hogy király legyek, ahhoz életben kell maradnom. Tehát akkor nekem túl kell élnem ezeket a nehéz helyzeteket is. És igaz ugyan, hogy idegrendszerem nekem is van, és félek, mégis bízom te benned. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Ez a mondat egyébként Dávidtól származik. Megtanulta ő ezek között a nyomorúságai között, hogy egyedül az Úrban bízhat, hogy ő benne mindig bízhat. És utólag vallotta már boldogan, hogy mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Itt ebben a nagyon nehéz helyzetében lett volna jó, hogyha meg tud kapaszkodni az Úrban. De sajnos itt nincs szó arról, hogy Dávid imádkozik. Olyan sok más helyzetben, lehetetlen helyzetekben is tudott hálát adni, Isten dicsőíteni, a bizalmát megvallani. Itt a hite nagyon gyenge, nagyon meginog. Persze, hogy megértjük őt, és egy kicsit vigasztal is ez minket, hogy akkor nem csak én, akkor még egy Dáviddal is előfordulhat ez? Előfordulhat. De azért csak jobb az, ha nem fordul elő. Csak jobb az, ha ilyen helyzetekben is az Úrhoz kiáltunk, és hozzá menekülünk. És főleg efélét nem teszünk, hogy az Úr ellenségénél keres Isten gyermeke menedéket. Micsoda ostobaság, elmegy a filiszteusokhoz menedéket keresni. Ahelyett, hogy ott a pusztában mindjárt leborulna. Persze könnyű innen okosnak lenni, hogy mit kellett volna csinálni a Dávidnak, bár mi tudnánk mindannyian a magunk életének a nehéz helyzeteiben engedelmeskedni, ezzel az alázattal szabad az ilyen igékről beszélni csak. Na de az igazság azért mégiscsak igazság. Dávid itt helytelenül cselekedett, Isten őrizzen meg minket ilyen bűnöktől. Amik megíjattak, ami tanulságunkra íjattak meg. Ezt olvassuk a római levélben. Ez is a mi tanulságunkra íjatott meg, hogy így nem szabad Isten gyermekének viselkednie, még a nehéz helyzetben sem. Mert van éppen elég sok szép példa a Szentírásban is, meg produkál az élet is ilyeneket, hogy Isten hívő gyermekei a lehetetlenül nehéz helyzetben is ő hozzáragaszkodnak, benne bíznak, rátámaszkodnak, sőt, így tudnak másokat is erősíteni. Dávidnak a büntetéseit az volt, nem kellett őt külön megbüntetnie Istennek ezért. Az volt a büntetése, hogy egyedül maradt. Sehol nem érzi az Urat. Messze van az Úr, halló távon kívül, nem is kezd hozzá kiáltani. Pedig van olyan Zsoltár, amikor azt mondja, hogy nagy ínségből, messze földről kiáltom felségedet. Ő tudta azt, hogy nem kerülhet olyan messze ember az Úrtól, hogy a kiáltását meg ne hallaná. Itt mégsem kiált. Elég baja volt az ő neki. Elég nagy büntetés az, amikor úgy elhatalmasodik az ijegység és a hitetlenség a hívő emberen, hogy már el sem kezd kiáltani az Úrhoz. Bár ne kelljen megjárnunk a hitnek ezeket a mélységeit soha, de ha mégis, akkor legyen ott intő példaként, hogy ez az, ahova többé nem akarok kerülni. Hanem emlékeztetem magamat Isten ígéreteire, az ő igéjével erősítem magamat és a többieket, és bízom benne minden körülmények között. Ennyit Dávidról, és mit mond ez a történet, ez a fejezet Istenről? Az, hogy nem veti el Isten a bukott szolgát sem. Nem olyan régen sokáig időztünk Péter életének annál az epizódjánál, amikor megtagadja Jézust, és Jézus még ott is szemmel tartja őt. A megkínzott, az összevert Jézusnak van ereje,
szeretete arra, hogy ránézzen Péterre. Nem veti el azután sem, utána jön a nagy beszélgetés, hogy szeretsz engem, utána kapja újra a hívást, hogy kövess engem, és utána kapja a megbizatást, hogy legeltesd az én bárányaimat. Nem mondja azt Jézus, hogy egy ilyenre, aki megtagadott engem, én nem bízom az enyéimet. Tudta ő, hogy kicsoda Péter, akkor is, amikor elhívta a genezáreti tópartján, ismerő minket. Velünk akar ő sok szépet és jót elvégeztetni. Csak előbb meg kell tanulnunk nekünk is, amit itt Dávid megtanult, hogy magamban ilyen vagyok. Rám lehet ijeszteni, elkap a félelem, én is pánikba eshetek. Kapkodok fűhöz, fához, Ákishoz, ahelyett, hogy az Úrhoz. Kiáltanék és belé kapaszkodnék, bizony ilyen vagyok. Ilyen nem szeretnék lenni a továbbiakban. És ebben az esetben érvényes az, ha valaki utána kész megalázkodni és bűnbánatra jutni, hogy Isten gyermekei, még ha buknak is, közelebb kerülnek az ő Urukhoz. Isten tehát nem veti el Dávidot. Büntetésnek elég az, hogy átéli most az elhagyatottság nyomorúságát. Két vonását hadd említsük itt az Isten szeretetének. Az egyik az, hogy Ahimélek pap ad neki a szent kenyerekből. Az oltáron, illetve a kenyerek asztalán álltak ezek a kenyerek, amiket csak a papoknak volt szabad elfogyasztaniuk az áldozat idején. Meg volt ennek a maga vallási, rituális jelentősége. Senkinek eszébe nem jutott volna, hogy valaki bejön az utcával és falatozik azokból a kenyerekből. Ez Isten káromlásnak minősült. És most mégis sor kerül rá. Valaki bejön az utcával és azt mondja, hogy éhes vagyok. Hát nem akárki az a valaki, de ez lényegében mindegy, a Biblia nem személyválogató, és nincsenek megkülönböztetések. Nem rendeltetésszerű használatra kéri a kenyereket. És aki mélek gondolkozik egy kicsit, és azt mondja, hogy nézd, ha nincsen más, nem tudok adni, te éhes vagy, utom vagy, sietsz, vigyél belőlük. És olyan különös, hogy Jézus igazolja aki méleknek a döntését, amikor a farizeusok és írástudók számon kérnek rajta sok mindent, egyebek között azt is, hogy szombatnapon miért gyógyít betegeket, hiszen szombaton nem szabad csinálni semmit. Meg azt is, hogy amikor egyszer keresztül sétált a tanítványaival egy gabona táblán, hogy mertek a tanítványok kalászokat tépdesni és a magukat elrákcsálni, mikor ez aratásnak minősül, és szombatnapon nem szabad aratni. És akkor Jézus mondott valami különöset erre. Abban az időben a vetéseken át haladt Jézus szombatnapon, tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok ezt mondták neki. Íme a tanítványait ezt cselekszik, amit nem szabad szombaton cselekedni. Ő pedig ezt mondta nekik. Nem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett ő és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie neki, sem azoknak, akik ő vele voltak, hanem csak a papoknak? Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek? Mondom pedig nektek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az áltatlanokat. Mert a szombatnak is ura az embernek fia. Vagyis azt mondja Jézus, hogy vannak bizonyos törvények és rendelkezések Isten akaratából. És vannak magasabb rendű törvények és rendelkezések, amelyek olykor feloldhatják az előbbieket. Isten rendelkezett így az Isten tisztelet rendjéről, Mózesnek a szentelt kenyerekről. De lehetséges olyan helyzet, vagy olyan magasabb rendű, magasabb összefüggés, amibe belekerülve ez az előbbi törvény, fel kell, hogy oldassék. Törvény a fajsúly törvény. De amikor Jézus jelet akar adni az ő istenségéről, akkor jár a vizen. Felfüggeszti a fajsúly törvényt. Törvény a nehézkedés törvénye. És ha ő akarja, felfüggeszti. Törvény az, hogy ilyen meg ilyen okokból, ilyen meg ilyen betegség áll elő. És Jézus hozzáér a beteghez, és meggyógyul. És akik csak a törvényeket ismerik, ezt nem értik. Álmélkodnak, csodálkoznak, vagy félmagyarázzák. Jézus minden csodája ilyen jel volt.
megjelent benne az Isten irgalmassága, és az irgalmasság az felolt bizonyos alacsonyabb rendű törvényeket. Ezt mondja itt is a farizeusnak, hogy ha értenétek, hogy én irgalmasságot akarok, és nem a törvény kicsinyes betartását, akkor most nem szidnátok a tanítványokat, hogy néhány kalászt kimorzsoltak. Mert a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Ez egy nagyon fontos jézusi mondat. Minden az emberért van. Isten az ember szereti a legjobban a teremtményei közül. És a törvényt nem azért adta, hogy az embernek legyen mit betartania, hanem a törvényt azért adta, hogy segítse az ember életét emberségesebben és gazdagabban megélni. Azért van a szombat. Nézzük meg, hogy mik a következményei annak, hogy nincs szombat, nincs vasárnap. Akkor is hajtunk. De most nem ez a témánk, hanem az, hogy egy magasabb rendű törvény föloldja az alacsonyabb rendűt. Ez nem azt jelenti, hogy káosz lesz, anarchia lesz, rendetlenség lesz, nem. Ez azt jelenti, hogy ha az Isten akarata, ami mindig az ember javát célozza, ezt kívánja, akkor feloldhat valami törvényt. És mindig az irgalmasság jegyében. És vajon nem ez történt a kereszten? A törvény az, hogy az Isten ellen lázadó embernek meg kell halnia. És érvényesült egy magasabb törvény, hogy azon a kereszten, amin nekem kellett volna meghalnom, az Isten fia halt meg, aki soha bűnt nem követett el. Feloldja az előbbit, és érvényesül az irgalmasság törvénye. És Isten minket erre szeretne elsegíteni. Kicsinyes számon kérőkből nagyvonalú irgalmasokká akar minket újjáteremteni. Ez valóban teremtés mindig. Ezt csak tőle lehet kapni és megtanulni. És az ő szeretetének a másik jele itt az, hogy kimenti Dávidot a filiszteusok kelepcéjéből. Elengedte egészen odáig, hogy bizonyosan vehette, hogy ez itt a vég. Innen nincs menekvés. És mondhatta volna csak ugyan, hogy ó, én őrült, hogy jutott ez eszembe, hogy ide jövök. És Isten kimenti őt onnan. Úgy igazgatja Ákis szolgáit, úgy irányítja Ákis gondolatait, hogy végül is minél előbb szabadulni akarnak tőle. És ezzel az életét menthette meg. Velünk is előfordulhat, hogy kétségbe esünk. Én azt hiszem, hogy ismerős némelyikünknek ez a mozgásvihar lelki állapot. A hívő ember is elkezd kapkodni olykor hűhöz, fához. Ez a történet arra bátorít minket, hogy a legnagyobb mélységben is, a legnagyobb nyomorúságban is kapaszkodjunk az Úrba. Nagyon messziről is merjünk hozzá kiáltani, fog jönni válasz. Ez egészen bizonyos, mert ő irgalmas és nem a törvények kicsinyes betartója. Hadd fejezzem be azzal, hogy Ákis szolgái azt mondják, hogy nem ez Dávid király. Egyedül ők hirdetik itt ebben a sötét, furcsa fejezetben, hogy Dávid azért király, mert az Úr fölkentje. Olyan jó, hogy most erről a sok bukáson átment hitvány királyról mi fölemelhetjük a tekintetünket arra, akinek a keresztjére ezt írták, hogy ez Jézus, a zsidók királya. Jézus a zsidók királya nem menekült el a sorsa elől, nem cimborált az ellenséggel, soha nem nyúlt tisztátalan eszközökhöz, nem hazudott soha, hanem engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért változtathat át minket is úgy, hogy ilyen gyenge, megijeszthető, kapkodó, hazudozó, az ellenségnél menekedéket kereső emberekből az ő álhatatos, bátor szolgáivá legyünk, hogy ne botránkoztassunk másokat, hanem úgy fényjék a mi világosságunk az emberek előtt, hogy látván a mi cselekedeteinket, dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Imádkozzunk! Istenünk, olyan nagy vagy te, hogy ilyen gyarló eszközöket is a kezedbe veszel, türelmesen tisztogatsz, átformálsz, és a végén dicsőségedre és mások javára használsz. Urunk, talán még minket is tudsz akkor használni. Köszönjük, hogy hallhattuk ezt az igét, köszönjük, hogy bátorítás ez nekünk,
Semmiképpen nem akarjuk a magunk mentegetésére felhasználni Dávidnak a bukását. Szeretnénk sokkal inkább alázatosan megvallani előtted a mi hazugságainkat, sokféle alakoskodásunkat, képmutatásunkat. Szeretnénk megvallani azt, amikor mentjük a hazugságot, amikor kitalálunk ilyen képszeresen hazug kifejezéseket, hogy kegyes hazugság, meg szükség hazugság. Könyörgünk hozzád, hogy tisztíts meg minket mindenféle hazugságtól. Köszönjük, hogy nálad erre is kész a bocsánat. És kérünk téged, hogy taníts meg minket szüntelenül benned bízni. Akkor is, Urunk, ha nagyon távolinak tűnsz, akkor is, ha minden jel arra mutat, hogy te elfeledkeztél ígéreteidől vagy rólunk, tudjuk, hogy te nem feledkezel el. Kérünk, hogy indíts minket arra, hogy egymást is erősítsük ilyenkor a hitben, és hogy mi is megmaradjunk te benned. Áldunk azért, hogy tele jád nézhetünk, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te feloldottad a bűn és a halál törvényét, a te váltság haláloddal és feltámadásoddal. Köszönjük, hogy mi az élet törvényének az uralma alatt lehetünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon mindnyájunkkal. Amen.